noceru, noceru meč, bistro mindenkiben fog maradni, úgyis sajnos kikaptunk, de maradni fog ez mindenkinek, mert nagy élmény. Én szerintem, mennyi örülök annak, hogy Ellen, mikor Hatály indult, mint cél, és csinált nagy különbség, és akkor visszajöttünk. Ugyanolyan nem örülök annak a harmadik negyedben, mikor elmentünk és csináltunk 10 fölötti különbség, akkor egyszerűen a harmadik negyedben nem jöttünk bónuszba, nem csináltunk 4 faulat, és nem tudom magyarozni ez, erre nagyon mérges vagyok, de ezzel, akkor mérges vagyok, ez nem tudom kapni semmit, hanem ez kell valahol, kell tanulni ebből a hibából, mert azért is játszunk ez a Európa kupát meccseket, egy nagyon jó csapat ellen, amit ma volt itt Hatály. Kár, hogy nem voltunk kicsit keményebb, mert tud, ha faulokat maradnak zsebben és elviszel haza, ez nem tudom, mit fognak csinálni otthon vele. Ma ezt kellett itt csinálni pályán, és biztos ott tudtunk tartani ez a 10 fölötti különbség, és nem kapjunk olyan könnyű gólokat Paríztól Zicserben. Ha ezt csináltunk volna, talán teljesen más lett volna a meccs, és lehetett talán még jobban használni közönség, de nagyon fizikális meccs volt. Én kicsit meglepődtem, mert Hatály nem ebbe híres, ha annyira jó tud védekezni, de látszik, hogy jött egy-két nap el, a frissek voltak, hogy jön egy brutális erős bajnokságból, és tényleg most csapatként fizikálisan, nagyon keményen játszott Hatály, és gratulálom nekik, megérdemeltek ez a győzelem. Úgyis, hogy vége fele talán jól tartom ez az utolsó védekezés, mikor volt fújva fault, hol igazán elment a meccs az ő oldalon, de erre mit mondanom, sokkal nem szeretném analizálni túl, ameddig nem nézem videó a játékvezető. Szünetünk volt a bajnokságban, volt idő felkészülni a mérkőzésre. Kíváncsi vagyok, hogy azzal, amivel készült a csapat, mennyire szembesült a pályán, mennyire jöttek vissza azok a dolgok, mennyire tudtuk felvenni azt a játékot. We were preparing really like all week because we didn't have the game for the weekend. Coach awarded us like that we have to be like one on one tough in the defense, and I think maybe in this, like when we had already like the 10 points difference, like they came back with the one on one, so we didn't manage good this and we have to correct in the next game. But I think like okay, I'm disappointed that we lost, but the 2 points, it's nothing. Like we saw how was last time with Wroclaw, and I believe in our team that we will give our best in next game, and we will correct these things what we did bad in this game. So valóban volt egy szünet, amikor nagyon felkészültek a csapatból, de hiába hangsúlyozta ki Zsejko, hogy az 1-1-ben nagyon erős a csapat, amikor 10 ponttal is elmentünk, pont az 1-1-ek miatt sikerült nekik visszatérniük, úgyhogy ezen van mit korrigálni, de teljes szerint ez a 2 pont, ez igen ledolgozható, láttuk, hogy Wroclawban is hogy működött a dolog, mikor összeszedték magukat a lányok, akkor minden ment fölül. Azon kívül, hogy az 1-1-eket levédeni, mi az, amiben esetleg még változtatni kell a következő mérkőzésre? I think like basically was okay. Like okay, we missed like also a lot of shots under the basket. And I think we just need to be more tough, especially maybe on Courtney, because like she killed us in the third quarter. But if we will like I don't know, listen these rules what coaches gave us, I think we can beat them there. Tehát az egyegyezésben abszolút keményebbnek kell lenni. Valószínűleg a Körtnél is egy kicsit keményebben kell dolgozni, mert ugye a festék alatt nagyon-nagyon jól dolgozott, és a másik pedig az, hogy nagyon sok közeli dobás maradt ki, és ezen javítani kell, de hogyha követik azt, amit az edző javasolt, akkor ez meg lesz ez a meccs. Tehát a mérkőzés a csapat legjobbja, tiéd az ajándékkosár, ilyenkor ez mennyire büszkeség számodra, és mi lesz az ajándékkosár sorsa? I will share now immediately in a locker room, I always share the things with the teammates, so that's like... But I just want to say something also about the fans, they were really incredible. Like just like head on for them, really like it was like playing played amazing in front of the crowd. De hát nagyon örül, hogy megérhette ezt a kosarat, és ugye egyből a szétosztásra kerülnek a javak a lányok között az öltözőben, de amit külön ki szeretném emelni, hogy a hangulat az fantasztikus volt, és a szurkolóink előtt leemelhetjük a kalapot, de nagyon kevés helyen van ilyen hangulat, mint Szekszárdon, úgyhogy ez nagyon sokat segít a lányoknak. Ez, amit ma itt volt, ez nem, ha nincs Magyarországon, ez Európában kevés kell van.
Köszönöm szépen, tényleg királyok voltak, ahogy mondom, mert ők fognak nézni, ez tényleg, tényleg élmény ez az egész, és nagyon örülök, hogy Szekszárdon csináltunk egy olyan dolog, hogy van egy kosárlabda templom.